Mivel hétfő szűnnap, ezért ezen a napon nem lehetett hallani az evőeszközök csörömpölését a Hímerház éttermében. Az öröm és a boldogság ennek ellenére jelen volt az épületben. Az étterem tulajdonosai több mint 3 éve dolgoznak azon, hogy vendégeik mindig elégedettek legyenek. Lernel Lorent azt mondja, az ételek magas minősége mellett az állandó csapatuknak köszönhető az elismerés. A tulajdonos hozzátette, az eredmény mindenkit meglepett. Tényleg egy 2019 óta egyben levő csapatról van szó, akikkel együtt dolgozunk, szabad kezet adunk mi, mint tulajdonosok a csapatnak, meg tudják valósítani az elképzeléseiket. És hát jó volt az alap, hál' Istennek, tehát nagyon jó tudású kollégákkal dolgozunk 2019 óta együtt. Minden évszakban más-más kínálattal várja az étterem a vendégeket. Mint azt a séf mondja, nagy gondot fordítanak a helyi, minőségi alapanyagok beszerzésére és receptjeik folyamatos frissítésére is. Horváth Bence feleségével közösen viszi a konyhát. Nagyon nagy figyelmet fordítunk arra, hogy a lokális termelőktől, illetve a helyi termelőktől is be tudjunk iktatni egy olyan nyersanyagot, akár mangalicát, sajtot, zöldséget, bármit, ami egy kicsit helyivé teszi az éttermet. A székesfehérvári étterem mellett a Móri Öregprést és az egyeki rókusfalvi fogadót is ajánlja a Michelin Guide országos kiadása.